A zombori idegenforgalmi szervezet 24. alkalommal szervezett halfűző ünnepséget a város központjának számító Szentháromság téren. A 19 órai tűzgyújtás után több mint 200 bográcsban kezdett el fűni a halászlé. Kevés halból nem lehet jó paprikást főzni, meg lehet, hogy jó lesz, de minél több a hal és minél több fajta, annál jobb a halászlé. A hagyma, a hal, a paprika és a víznek az arányát azt kell tudni. Annyi vizet kell önteni, hogyha ráteszi a halra a tenyerét, hogy a víz ellepje a tenyerét. Annyi a víz. Hát most amennyi lefor, annyi lefor. Jó paprikát kell találni, mert hogyha nem jó a paprika, kesernyés lesz. A halat, mikor tisztítsák, nem mossák ki, csak a külsejét. A belsejét nem. Ahogy kibélezik a halat, úgy vágják össze, és megy a kotlába. Mert hogyha kimossák a halat, akkor hát az már nem jó. A halfűző versenyre 40-en neveztek be, a többi résztvevő saját örömére főzött. Jó minőségű halból, hazai nemes piros paprikából főzzük, só és hazai vörös hagyma. Milyen halat használsz? Most ebben az esetben pontyot használunk, de szoktam keverni csukával, süllővel pontyot. Nekem mindig az alap a ponty. A zombori Török Iván 25 éve minden halfőző versenyt megnyert, amelyen indult. Szint, akkor íz, akkor minőség, hal minőség, hogy meg van főzve, hogy egészen arra kiment a csont, nem ment a csont, elég, hogy nem sós belőrű, és komplekt a tányér, hogy a hal és a leves minőséges és szép. A zsűri a legfinomabb halászlé mellett a legszebben díszített asztalt és a legvidámabb társaságot is díjazta.